Kedves nézőink, a Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. A rövid híreket követi tudósításunk arról a fórumról, amelyet a 45 év felettiek munkanélküliségéről rendeztek tegnap a Baranya megyei vállalkozói központban. Hírműsorunk után friss tőzsdei információinkat hallhatják. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter Pécsre látogat holnap délután. A tárcavezető a kormány gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési programjáról tart tájékoztatót a Művészetek házában. Szintén a közlekedés fejlesztéshez kapcsolódik az M6-os, M56-os út és környezete regionális fejlesztési tanács kezdeményezése. A szervezet nemzetközi konferenciát rendez az 5 perc C páneurópai korridor előkészítéséről, nyomvonal terveiről és az útvonalhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési projektekről június 23-án Pécsett a Palatinus szállóban. A tanácskozásra a Duna-Dráva-Száva euróégült alkotó települések önkormányzatai és gazdasági kamarái mellett Lócse és Budapest között minden nagyobb város, megye és régió vezetői is hivatalosak. A víz- és szennyvíztisztításról tartanak szakmai fórumot május 19-én Pécsett a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Szó lesz a bioadalékok, a mikroblift alkalmazási lehetőségeiről és a jelenlegi kísérlet sorozatok eredményeiről. A 45 év feletti állástalan diplomások munkavállalási lehetőségeiről, az alternatív foglalkoztatási lehetőségekről rendeztek fórumot tegnap a Baranya megyei vállalkozói központban. Az 50 év körüli munkavállalókat, így a diplomásokat sem foglalkoztatják szívesen a munkaadók, mivel sok esetben szakképzettségüket sem tartják korszerűnek, valamint a letöltött idő miatt lényegesen többért kell nekik fizetni, mint a pályakezdőknek. Aki ebben az életkorban marad munkanélkül, szinte lehetetlen, hogy állást találjon. A tanácskozás kezdeményezője, a Magyar Business Leaders Forum szerint azonban értékes emberekről van szó. Ez a szervezet olyan programokat indított és szeretne működtetni, ahol példát lehet mutatni az üzleti élet, a civil szféra és a kormányzati szektor összefogására. Ez tipikusan egy olyan terület, ahol egy ilyen széles körű összefogás nélkül komoly eredményeket nem lehet elérni. A diplomás munkanélküliek probléma egyrészt egy kezelhető méretű probléma számunkra. A nagy munkaügyi problémákkal foglalkozó szervezetek számára viszont egy marginális probléma. Tehát ezért is választottuk. És azért is, mert azt gondoljuk, hogy ezzel a tagvállalatainkat is tudjuk ahhoz segíteni, hogy tapasztalt, hasznosodással rendelkező munkavállalókat hozzunk össze velük. A fórum a probléma megoldásához külső segítségre is számít. Miután ezt egyedül nem tudjuk megoldani, ezért föl kell venni a kapcsolatot a helyi szervezetekkel, meg kell arról győződni, hogy nyitottak-e arra, hogy egy ilyen programban részt vegyenek. Semmit nem szeretnénk újra kitalálni, tehát meg akarjuk nézni, hogy mi az, ami már működik. Mind a két találkozónak az a tapasztalattal, hogy nagyon sok dolog már elindult. Elszoktam, különböző kezdeményezések vannak, ahol azt gondoljuk, hogy mi hasznosat tudnánk lenni az információk összegyűjtése, magának a programnak a működtetése, és utána a nagy munkadóknak a bekapcsolása. A témával bővebben a Munkatárs című műsorunk foglalkozik, melyet pénteken 16 óra 45 perckor láthatnak. A Mérleg új kiadásával, friss gazdasági hírekkel a holnap reggeli hírórában jelentkezünk, amikor vendégünk lesz Markos György, a Pécsi Ipari Vásár Kft. Ügyvezető igazgatója, akivel az idei Pécsi Expóról beszélgetünk majd. A műsorral kapcsolatos észrevételéket a képernyőn látható címre várjuk. Most pedig kérem, tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit, és hogyha kíváncsiak a friss tőzsde árfolyamokra, akkor maradjanak velünk a Mérleg után is.
És akkor ígértem friss tőzsdei információk a Duna Invest jóvoltából, a vonalban Rozsvai Zsolt befektetési tanácsadó, üdvözlöm. Jó estét kívánok! A mai nap során ismét lefelé vette az irányt a budapesti értéktőzsde irányadó indexe, a BUX, amely 6337,2 ponton zárt a mai napot, 105 pontot, azaz 1,6%-ot csökkenve. A forgalom ma is viszonylag magas volt, 17 milliárd forint feletti, melynek a felét a MOL részvénye adta, 8,5 milliárd forint értékben kereskedtek ma a brókerek az olajrészvényre, amely nap elején még elég jól szerepelt, 6265 forinton is voltak kötések a nap első perceiben. Aztán piaci pletykák jelentek meg, amely szerint a MOL eredménye kicsit rosszabb lehet, mint amit korábban az elemzők vártak, ezért esni kezdett a részvényára. Végül is 6090 forinton fejezte be a kereskedést, azaz 1,6%-ot csökkent. Folytatta csökkenő trendjét az OTP, amely ma 50 forinttal zárt alacsonyabban, emelkedett viszont a MATÁV 0,5%-ot. Csökkentek a vegyipari papírok, a Borsodkem 2, a TVK 4%-kal zárt alacsonyabban a tegnapi záróértékénél. Ennél is nagyobb mértékben estek vissza a gyógyszerpapírok, a Richter közel 3, míg az Égis csak nem 5%-kal zárt alacsonyabban. Szintén 5%-ot esett a PIK részvénye, míg a Danubius 3,5%-kal zárt lejjebb a tegnapi záróértékénél. Megállni látszik viszont a Synergonár csökkenése, a mai nap 2960 forinton zárt a részvény, azaz 1%-ot erősödött, szintén 1%-ot erősödött a 19200 forinton szereplő Démász. Viszonylagos optimizmus jellemezte egyébként mai nap során a nemzetközi tőzsdéket, a nyugat-európai piacok 0,5%-1% körüli pluszban zártak, míg New Yorkban ugye tart még a kereskedés, a Dow Jones Index a plusz 60, plusz 70 pont körüli értéken ingadozik. Rozsvai Zsolt, köszönöm a beszámolót, friss tőzsdei információk a holnap reggeli hírórában.